Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, kegyelem nékünk és békesség attól, aki von, aki volt és aki eljövendő, a mi Urunktól, az Úr Jézustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint megírva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a harmadik részében, a 22. és azt követő versekben, eképpen. Mivel mindenki vétkezett és nélkülizi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett a váltság által. Őt rendelte Isten engesztőlő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Eddig Istennek írott igéje. Pál apostol itt elvezet bennünket oda, és most ezt szeretném néhány mondatba elmondani az ige hallgatóinak, hogy eddig arról volt szó, hogy mi a törvény. Aztán arról volt néhány napig szó, hogy én ezt a törvényt képtelen vagyok teljesíteni. De mi akkor a megoldás? És éppen ezen az utolsó napon erről van szó, hogy Isten irgalmassága abban mutatkozik meg, hogy igaznak fogadja el azt, aki az ő fiának, a megváltó Jézus Krisztusnak a megváltó munkájában hisz, hogy ő érette miatta halt meg, és érette támad föl. Krisztus mindnyájunk ért meghalt, és ahogy mi emberek egyek vagyunk a bűnben, egyformán bűnösek vagyunk mindnyájan, Isten ugyanígy kínálja mindnyájunknak egyformán az üdvösséget. Úgy szeretném nagyon is mindnyájuk szívére helyezni azt, hogy a hit nem velünk született tulajdonság, azt kérni kell, és kérni lehet az Istentől, aki ezt adja nekünk. Olyan jó volna mindnyájunknak azt kérni, hogy Uram, nekem olyan nehéz elfogadni az én magam bűnös voltát, olyan nehéz elfogadni azt, hogy Te ennek ellenére Jézus érdeméért engem igaznak elfogadsz, és így kaphatok tőled örök életet. Merjünk odaállni elé, és merjük ezt kérni tőle, és higgyük el, hogy ezt ő fogja nekünk adni. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom az üzenet nézőitől és hallgatóitól. Isten áldása legyen és maradjon mindnyájukkal. Amen.